Hands up-ot szeretettel köszöntöm itt az öltözőbe. Sokat utaztatok? Szegediek vagytok, ha jól tudom. Igen. Szegediek. Nagyon jöttük ma reggel. Sokat próbáltatok? Régi felállás vagytok? Összeszokott bandát fogunk hallani? Hát elég sokat próbáltunk. Az utóbbi időben volt egy koncertünk a Szegeden. Hétfőn, de szeptemberben úgyhogy ennyit, de repertoár kialakításban vagyunk. Aha, abszolút, most alakul. Igen. Akkor lehet, hogy ilyen premiereket fogunk hallani, most ilyen első nagy közönség előtt először megszólaló számítás. Igen, igen. Nem volt igazából még ilyen nagyobb mozdulásunk. Sok sikert kívánok hozzá. Mit akarok még kérdezni? Hogy a feldolgozás, hogy folyik a zeneszerkesztés, ki van feje ennek a dolognak, vagy teljes mértékben egyenlő beleszólása van mindenkinek? Mindenkinek egyenlő beleszólása van. Közös munkaszolgálat. Mindenki a saját hangszerét. Megnézzük, hogy hangszereket, hogy is van, akkor mondtad, hogy van harmonika, hands up, harmonikás is az, hogy hegedű, gitár, bőgő, és gitár végzettségű, hogy már fel vagyok készülve. És te hegedű. Hegedűs ének. Igen. Na, akkor kíváncsi, mert várjuk. Sok sikert. Köszönjük szépen. Marcikára még visszatérünk is beszélünk. Jó, köszönöm. Aztán várjuk a mellettel sokkal. Oké, rendben. Thank you.
baj. Szerintem jó sikerült. Jól éreztem magad. Szerintem is jól hallottam magad. Felütülés volt, hogy ezt az akusztikus zenét előbb is rákérdeztek, de olyan jó hallani ezt, hogy tényleg az elektronika ki van szedve, és így meg, hogy mertek lassú zenét játszani. Erről akarok kérdezni tőletek, hogy mi a lassú zenének a szerepe, hogy ezt közhelynek szokták mondani, hogy a magyar síró érde. Tényleg mások is, akik figyelték a magyar népet, vagy a magyar, most nem akarom a magyar népre előbbánk von nálatok, de hogy mi a szerepe egy szomorú dalnak, vagy színpadra vihetően lehet, hogy a boldogságot érez az ember, vagy szerintem az, hogy a szomorúság, pont ezen múltban gondolom, viszont testvérben, a szomorúság teljesen határtalan, tehát hogy abban nagyon sokáig el lehet menni. És hogy igazából, hogyha már eléggé tudunk szép érzelmet megmutatni, akkor utána már lehet mulatni, csak úgy neki menni az. Ez az usti, ugye mondtad, hogy kelj fel a fám, és akkor ez egy búcsúztató tulajdonképpen. Mennyasszony búcsúzik a meghalt édesapjától, nem? Nem. Mennyegzői. Tehát, hogy kelj fel apám, nyisd ki a kaput, mert eljön. Csak úgy kelj fel, mert ugye a magyar népdalban úgy kelj fel, ott feltámasztani akarja a halott apját, kelj fel. Hát szerintem kiadja a mennyasszonyt is. Neked van szerb rokoni kapcsolatod is, hogy teljes vajdasági magyar? Én vajdasági magyar vagyok. Temerégim. Igazából, tehát mi ott vajdaságban ugye mindenféle zenét énekeltünk, hallgattunk, tehát nagyon sok szerzenéken szerzenéken is, úgyhogy ez szerintem ott egyáltalán nem jelent semmifajta problémát. És itt meg én úgy látom, hogy nagyon... Veszik az emberek? Igen. Szeretik ezt a fajta zenét. Koncerteztek Szegeden is, szoktatok? Koncert. Hát volt egy pár koncert, most igen. De most arra alakult ki a repertoár. Egyetemista közönség az jó közönség, nem? Az jó közönség. Hogy lehet mondani, én nem ismerem a közönségetek, csak mondanám, hogy... Egyetemista közönség az jó közönség, mert sokan vannak, akik szeretik ezt a típusú zenét, tehát ők tényleg. És ők bulizni akarnak. Tehát azért valószínűleg mi fogjuk felépni a műsor, tehát lesz meg gyorsabb számos. De én úgy hiszem, hogy nagyon jó, hogy hoztak ki ilyen lassú számot. És hozzuk a lassú, és megnyugtatunk. És akkor ott van, és akkor magyarul is, akkor nem az van tényleg, hogy akkor legyünk, és nekem csak szerbi, macerú, cigányú, bosnyákkal énekünk, hanem ott van magyarul is. Ez a fontos, ha már itt vagyunk, itt élünk, viszont az egész Kárpát medencét átnézve, itt van mi ott élünk, Szegeden, hát ez a határ. Persze. Minden, nekem az általános közosztálytársam a helyi pumpának a fia volt. Tehát, igen? Igen. Tehát, hogy te hallottam már akkor is. Zenészek vagytok egyébként? Hivatás szerint? Mivel vannak? Végzett zenészek vagytok? Mi mindenki? Mindenki. Igen, nem úgy hallottam. Kiszalomasztalni magad. További sok sikert kívánok nektek. Köszönjük. Elég szép feladat. Istenét is.